A már hagyománnyá vált Nődicsérete című nőnapi programon megtelt az Ady Endre könyvtár. A rendezvényen Szabó Zsolt polgármester hivatalosan is megnyitotta a tavaszi fesztivált. Az ünnephez igazodva beszédében a nők belső szépségét emelte ki. Amikor nagyon nagy a gond, akkor is csak úgy mosolyogva megsimogatnak minket, és azt mondják, hogy á, semmi gond szívem, nincs semmi baj, minden rendben van. Én úgy gondolom, hogy ez a türelem az, amiért annyira szeretjük önöket, ez a szépség, ami önökben benne van, ez a mosoly, ez a kedvesség, amit itt ma este is kapunk önöktől. A nőket több produkcióval is meglepték az este folyamán. A programon Őszi Attila 360-i zenésszel beszélgetett, Hargitai Gézával, Lacik Fecóval és Szabó Leventével. Abban mind a hárman egyetértettek, hogy a nők fontos szerepet töltenek be az életükben. Négy hölgy vesz körül otthon, ugye az édesanyám, akkor a nővérem, van egy 16 éves lányom, és természetesen a feleségem, úgyhogy én nagyon jó szituációba kerültem. Az első szerelem is szóba került. Ebben Lacik Fecó és Szabó Levente közös nevezőn volt. Az óvonéniük rabolta el először a szívüket. A zenészek életvitelével járó rajongók is témaként vetődtek fel. Hargitai Géza azt mondja, az ő műfajában nem jellemző, hogy egy-egy előadás után hölgykoszorú venné körül. Ha az ember meghallgat egy Máté pasiót, vagy egy János pasiót, utána paf lesz. Eszébe se jut, hogy oda menjen a karmesterhez, és azt mondja, hogy micsoda pasas, ezzel akarok együtt élni, hiszen lehet, hogy egyébként sánta és öreg, és ettől még zseniális. Szabó Levente kitért rá, hogy akad, amikor nagy a kísértés, de neki is, mint minden férfinak, arra kell törekednie, hogy megtalálja azt az egyet, aki mindenben támogatja. Nagyon fontos szerintem az, az ember mellett mindig legyen valaki, akire egyrészt számíthat, másrészt pedig minket azért zenészeket nehéz tolerálni sok esetben, szerintem itt én ezt kimondhatom mindannyiunk nevében, úgyhogy a megfelelő partnert, illetve hölgyet nehéz megtalálni. A beszélgetés során pedig párhuzamot vontak a művészek a nők és a zene között. Mind a kettőben megvan a harmónia, amely segít a mindennapokban. Ezután Lacik Fecó zenekarával a 60 Jam Band-el zenélt a közönségnek, majd jött a meglepetés. Szabó Zsolt polgármester, Tóth Csaba kabinetfőnök és a képviselőtestület fideszes önkormányzati képviselői felálltak, elővették papírjaikat és a híres Emmanuel című dalt kezdték el énekelni. Azonban hangjuk megszólalásig hasonlított a zene feldolgozójának, Gergely Róbertnek az orgánumára. Nem véletlen, hiszen a sorok között az Emerton díjas énekes sétált ki a hölgyek legnagyobb örömére. Szavaztok! Törtek a szívem, nézzetek csak ő, egy lány miatt, de még mennyi halét. Két ének között ő is köszöntötte a jelenlévőket nőnap alkalmából, és egyebek mellett Szécsi Pál dalokkal örvendeztette meg a közönséget. A Karolina előadásába pedig mindenkit bevont, a közönség tapsal és énekkel csatlakozott. A nőnapi program végén minden jelenlévő hölgyet megajándékoztak egy szál fehér rózsával, majd újra a húrok közé csapott a 60 Jam Band.